Jót kívánok mindenkinek itt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Az értékelések következnek. Meg szeretném kérni akkor a kisvárda vezetőjét, hogy kezdje ő az értékelést. Szeretnék gratulálni a Vesztergomnak. Én azt gondolom, hogy ma játék minden elemében felülmúltak minket, természetesen nem erre készültünk. Egy jó felkészülés után vágtunk neki a bajnokságnak, de sajnos semmit nem ér egy jó felkészülés, hogyha a főpróba annyira gyenge. Akár a támadó játékunk, akár a védekezésben nem tudtuk megvalósítani azokat a technikai elemeket, amiket átbeszéltünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a különbség hatalán egy kicsit túlzó is, de a mai napon mindenképpen jobb volt nálunk a hazai csapat. Úgyhogy mindenképpen gratulálok, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Bianca? Én is gratulálok az Esztergomnak. Én nagyon csalódott vagyok, hiszen nagyon jól felkészítettek minket erre a mérkőzésre. Szerintem a felkészülési mérkőzéseken is nagyon jól játszottunk. Muszáj összeszedni magunkat, mert nem szeretnénk ugyanazt a szezon nyújtani, mint tavaly, úgyhogy következő meccsre jobban kell fókuszálni. Nagyon szépen köszönjük. Elég állók szeretném megkérni, hogy értek helyi mérkőzést. Hát először is köszönjük itt a motivációkat. Ugye 21 év után tért vissza a kézilabda Esztergomba az NB1-es szinten, úgyhogy ugye nagyon-nagyon örülünk ez nekik, ami most ma történt, mind a pályán, mind a lelátón, mind az egész hangulatában, amit ma volt, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt lehettünk és ennek részesei lehettünk. Én úgy gondolom, hogy nekünk nem sikerült annyira jól a felkészülésünk, pontosan a felkészülési mérkőzéseim, főleg a védekezés tekintetében. És igazából egy most nagyon meglepettem a csapat, bár hozzáteszem itt azért, akkor a szerdán csütörtök, amár az ennek voltak tétteken ennek nyomai, hogy ez egész jól nézhet ki. Én úgy gondolom, hogy főleg védekezésben nyertünk meg ezt a mai mérkőzésben, hogy volt kapus teljesítményünk. Valamit tudtunk ebből könnyű gólokat lőni. Természetesen, amikor egy védekezésbe ennyi energiát beletesz egy csapat, akkor nem túl gördülékeny a támadó játék. Tehát ez nem természetes, de én igazából már megtudtam be, hogy kicsit lassabban is elváltam a kézilabdáztól, mint amit eddig. Viszont a védekezés meg sokkal jobb volt, mint eddig, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra, és azt gondolom, hogy ez egy jó teljesítmény volt. Most, hogyha nagyon pessimistának, azt már legalább két ponttal, hogy nem volt esünk ide, azért szeretnénk egy kicsit többet ennél. Úgyhogy tényleg boldogok vagyunk, de ez a mérkőzés lezárult, és azért valamelyik 25 ebből a bajnokságból, úgyhogy semmilyen messze a következtetéseket ebből nem szabad levonni. Jó volt a start. Köszönöm a Duca, te pedig a játékos oldalról, hiszen a teletre egyébként a mérkőzésen bele, és egyszeres értékként a játékban. Először is gratulálok Kisvárdának, és Edith Gáborral, hogy a védekezés felkészülés során volt a legjobb, és örülök, hogy ezt így a kezdésre ki tudtuk javítani. És természetesen köszönjük szépen a szurkolóknak is, akik kilátogattak, mert rengeteg erőt adtak nekünk, és nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült. Nagyon szépen köszönjük. Van esetleg a kollégáknak kérdése? Nincs. Sok sikert kívánok, én csak kisvárdának.